Demmin belterületén zajlik a kerékpárút kiépítése. A beruházás a Heves megyei területi operatív program támogatásával valósul meg. 1100 méternyi kerékpárút fog megvalósulni, hát részben, nagy részben épített kerékpárút, kis részben felfestett, piktogrammal jelölt kerékpárút valósul meg, 100%-ba támogatott, 84 millió forintba fog kerülni, és hála Istennek sikerül megoldani ebből a pénzből a kerékpárút alatt a csapadékvíz elvezetést is. Tavaly novemberben kezdődött el a kivitelezés, de téli hónapokra leálltunk, mivel hogy eléggé mostani időjárások voltak. 2018. június végére tervezzük a hivatalos átadót. A kivitelező végül is azt az ígéretet adta, hogy ezt az időpontot tudja teljesíteni, és a segítségét kérném a lakosoknak, hogy elsősorban inkább a türelmét, addig, amíg előttük folyik az építkezés, hogy azért kellemetlenséggel is járnak, sárfelhordás, felszedik a tükört. Mi megbeszéltük, meg megegyeztünk a kivitelezőkkel, hogy próbálják tompítani ezeket a problémákat, mihelyett lehet, akkor biztosítják a ki- és a bejárást, de addig is tényleg kérném a türelmüket a lakóknak. A kerékpárút a települést Egerszalukkal összekötő szakasz folytatása lesz. A Kossuth tér sarkáig fog elérni az épített kerékpárút, onnan a Kossuth tér és a Rákóczi utat ki fogjuk jelölni, és már van egy másik nyert pályázatunk, ami Kerecsend irányába fog tovább folytatni a kerékpárút.